Mirkocki Ádám, a Jobbik szóvivője vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kik voltak a Biszku-féle kommunista vezetők? Hát Biszkun kívül. Ő maga, Mácsik György, tehát volt jó néhány olyan prominens az akkori államhatalomban, akik azért felelősök sok-sok ember haláláért, és sok tízezer vagy százezer ember megnyomorításáért. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltás után mondjuk 20 évvel, vagy 14 évvel, vagy 25 évvel, amikor jobboldali kormány van, és azt mondja, hogy befejezi azt, amit a rendszerváltáskor nem sikerült megoldani, és valódi rendszerváltást sürget, és azt mondja, hogy megtisztítja a hazai közéletet az olyan visszásságoktól, amit mondjuk Lengyelországban 25 évvel ezelőtt megcsináltak, akkor ilyenkor úgy gondolom, hogy jogosan veszi elő minden ember ezeket az ügyeket, amikben valójában nem történt semmi, és hogyha abból indulunk ki, hogy 2010-ben fölállt egy a 2006-os rendőri túlkapásokat vizsgáló bizottság, és egyetlen egy elmarasztaló vagy politikai felelős nem sikerült a nagy szavakon kívül tetten érni. Na de hát a bíróságokon lezajlottak ezek az ügyek, és ott nem találtak elegendő bizonyítékokat. Azért a politikusok esetében nagyon sok kiskapu van, hogy más nem mondjak rögtön, a mentelmi jog intézménye, és nagyon sok olyan szerintem összekacsintás a mindenkori kormány és ellenzék között, amely lehetőséget biztosít. Tehát óriási csinadratával ment a Gergényiek elleni eljárás, hát és semmi történt. Semmi. Azt meg, igen, de erre te láttuk a tényeket nap, mint nap a híradókban, az ATV-n is, más kereskedelmi vagy közszolgálati csatornákon is. Láttuk a bűncselekményeket, nem csak, csak mondjuk azokat a... Azokat is láttuk a híradókban, akik dobálták a Molotov koktélokat, de azokat se vonták felelősségre. Itt nem arról szól a történet, hogy mi most bárki olyat védeni szeretnénk, aki nem érdemli meg, hogy pedig hát ebben a közleményben mondjuk azokat, akik megtámadták a székházat. Nem a székház ütött vissza, megtámadták a székházat. Azokat nem ítélik el ebben a közleményben. Én azt gondolom, hogy onnan elég sok embert elítéltek, meg nagyon sokan kaptak ilyen vagy olyan büntetést. Nyilván lehet a büntetési tételeken vitatkozni, és a elégséges igazságszolgáltatáson. Ezt például nem tudom, hogy azt az embert, akire biztos emlékszik rá, ilyen őrületes nagy ilyen vas vagy betonba ágyazott ilyen követ haigál, vagy körözött vele, és aztán mint egy kalapácsot eldobta a rendőröknek. Szerintem az se fogalma nincs, hogy a rendőrség kit fogott el, és kit nem. Egy tény, hogy ez az egész ügy számunkra a magyar igazságszolgáltatásban működő kettős mércét bizonyítja. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy ebben az időszakban, itt ugye a 2006-tól 2009-ig bezárólag milyen súlyos bűncselekmények történtek, gondoljunk csak a kozmagyilkosságra, gondoljunk az Ároktői banda ténykedésére. De miért nem ezeket írták bele közön? Miért a rabló privatizáció nyertesét? Ki a rabló privatizáció nyertese? Hát én azt gondolom, hogy van ma a magyar társadalomban és a politikai vagy a gazdasági elitben egy olyan mikrocsoport. De itt azt írják, hogy a rabló privatizáció egyetlen tettese. Ki az? Még egyszer mondom. Miért nem mondja meg, hogy ki az? Nem szeretnék most neveket szólni. Hát pedig sokkal jobb lett volna, hogyha a Jobbik nem ködösítene. Megmondanám, ki az egyetlen tettes? Ha azt mondjuk, hogy ezt az országot a rendszerváltás után egy-két éven belül szétlopták gazdaságilag, akkor azt gondolom, hogy ezzel nem vitatkozik senki. Ezt Palázár János elmondta. Ha mondok most nevet, egyet, kettőt, hármat, sokat, akkor az rögtön ilyen a vita, hogy ő legálisan szerezte a vagyonát. Én azt gondolom, hogy ez egy történelmi bűntény a mindenkori magyar politikai elit részéről, hogy ezt egyrészt hagyta, másrészt pedig nem lett semmilyen következménye. És mondjuk Vizovickit a terrorcselekményekkel hogy lehet összehasonlítani? Nem, én azt gondolom, hogy napokban is történnek nagyon súlyos cselekedetek, és még egyszer mondom, tehát az, hogy mi a terror, én azért a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaként elég sok mindennel találkozok, ami valóban terrorizmus. Nekünk meggyőződésünk, hogy Budaházy György függetlenül attól, hogy mit tett, vagy mit nem tett, én nem vagyok jogász, sem ügyész, sem védőügyvéd, egy biztos, szerintünk nem terrorista. És hogyha belegondolunk, hogy itt fölhoznak a terrorizmus gyanánt pártszékházak megtámadását, meg egyéb irodákét, hát azért nem kell messzire menni. Nemrég éppen a Fidesz Lendvai utcai székházát támadták meg a netadó elleni tüntetők, ugyanúgy betördelték az ablakokat, ugyanúgy anyagi kár keletkezett, meg erőszakos
ott sem beszélt senki terrorizmusról. Tehát mi egyet szeretnénk ebben az országban elérni, hogyha a kettős mérce megszűnne, és tényleg a bűncselekményeket kövesse jogos büntetés, de az mindenkire vonatkozzon, és mindenkire arányosan vonatkozzon. Mi azt gondoljuk, hogy itt ez a 13 év, miközben a Kozma gyilkosság alatt volt, aki csak 8 évet kapott, az Ároktői bandától volt, aki 8-10 évet, itt azért erős túlzás. És még egy utolsó kérdés, az, hogy a Jobbik végül is mindig kiállt Budaházi mellett, most, hogy a Jobbik néppártosodik, ez nem kínos maguknak? Azt szerintem egyetlen egy, független attól, hogy valaki néppárt vagy nem néppárt, az, hogy az igazság mellett párcát tör, az nem kívánatos, hanem erény. Mi azt gondoljuk, hogy itt egy igazságtalan ítélet született, és ez számunkra egyáltalán nem kínos. Köszönöm szépen, hogy itt volt.